Tisztelt polgármester úr, tisztelt jelenlévők! Először is szeretném köszönetet mondani családomnak, szüleimnek, hogy itt állhatok, és hogy felmehetek. Emellett szeretném a feleségünknek, Zsolnának is köszönetemet kifejezni, amelyek mindig biztos hátteret biztosított, és ez a munka szerintem emellett van elnélkül. Köszönöm gyerekeknek, akik végig minden reggel állítottam vannak, és minden este. Köszönöm szépen a gyerekkoromban fontos szerepet játszó személyeknek. Azt, hogy nem csak tanítottak, hanem tanítottak is, és ezáltal megkaptam az alapokat, amiket tudtam kamatoztatni külföldön. 18 évet voltam külföldön, és amit tanultam, azt próbáltam hazahozni, és ehhez kellenek az emberek, kellenek az olyan közegben dolgozó emberek, akik kísérik a munkát, és figyelik a munkát. Köszönöm a dolgozóknak, az Egyesület edzőjének és a Kapuzsika edzőjének is, hogy így állnak hozzá a dolgokhoz, szerintem egyszerű. Én azt gondolom, hogy 18 évet külföldön voltam, de értek bárhol, lehet bárhol szépen ez a takás dolgok, hanem csak egy az embernek, és nekem azt mondta a hely. Köszönöm szépen!